Higgadtan, józanul, egyszerűen fogalmazva érdemes a gyermekeket tájékoztatni a koronavírusról és az ezzel kapcsolatban kialakult helyzetről, mondta a televíziónknak Artai Mónika szakpszichológus. Fontos kiemelni, hogy a változásokat már a legkisebb gyermekek is érzékelhetik, már csak azért is, mert sok szülő otthonról végzi a munkáját, vagy a bölcsődei, óvodai és iskolai bezárásokkal akár az egész család otthon maradt a vírus idején. Emiatt bezárul a tér, amit a gyermek is érez, hiszen nem mehet közösségbe, megváltozik az eddigi megszokott rutin. Artai Mónika elmondta, fontos, hogy a gyermekek életkoruknak legmegfelelőbb tájékoztatást kapják a szülőktől. Elmagyarázni, hogy ez miről szól, mit jelent, mi ez a betegség, mindenképpen megtanítani őket arra, hogy a személyes higiénét hogyan képviseljék, hogyan mossanak kezet, hova köhögjenek, hova tüsszentjenek. Tehát az internetnek most nagyon nagy haszna lesz, mert egy csomó oktató videót meg lehet mutatni a gyerekeknek, kicsitnek, nagyoknak vannak kidolgozva, mindenféle online platformokon. A szülő azzal segíthet a legtöbbet, hogyha legjobb tudása szerint válaszol a gyermek kérdéseire és kerüli a pánikot. Nagy felelőssége van a szülőknek abban is, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Ezeket az információkat adják át a gyermekeknek. A gyerekek természetesen megijedhetnek a betegségtől, ennek érdekében érdemes a tünetekről is beszélgetni velük, és meg lehet nyugtatni őket, hogy jellemzően nem az ő életkorukban válik veszélyessé a vírus. Azt is fontos megértetni már a legkisebb is, hogy a baj elkerülése érdekében egy ideig nem találkozhatnak a nagyszülőkkel. Hogy az elkövetkezendő otthon töltött időszak minél zökkenőmentesebb legyen, nagyon fontos a napirend kialakítása. Valamilyen napirendet be kell vinni a gyerek életébe, főleg már az iskoláskorú gyereknél, de az óvodáskorú gyereknél is az összezártságból fakadóan el tud úszni az idő. Márpedig itt most lehet, hogy arról beszélünk, hogy mit tudom én, nem lehet tudni, mondjuk Németországban tudtommal ilyen 7-8 hetet mondanak. De hogy biztos, hogy hosszabb távra be kell rendezkedni egy-két hónapra, tehát hogy legyen egy ritmusa az otthoni életnek is, a felkeléssel, az otthoni feladatok elvégzésével, a közös játékkal. Ha a szülő otthon dolgozik, azt is meg kell értetni a gyerekkel. A pszichológus szerint jó, ha az egész család betartja a munkaidőt, addig a gyerekek akár egyedül is játszhatnak. Az online felületeken rengeteg játék, szórakoztató, oktató és foglalkoztató videó található. A napirend fontos pontja lehet a közös étkezés, amikor leül az egész család és átbeszélhetik az aktuális helyzetet. Artai Mónika kiemelte, minél több információ éri az embert, annál jobban rászűkül az adott helyzetre, és elkezd szorongani. Ennek elkerülésében is sokat segít a napirend kialakítása és a közösségi összefogás. Ez most a közösségeknek a próbatétele, meg az egyéni felelősségnek a próbatétele, és nagyon fontos egy egymással való kommunikáció. És szerintem nagyon-nagyon fontos, és itt nem mondok nevet, de egy csomó közösségi platform nagyon aktívan vesz részt abban, hogyan próbálja megsegíteni azokat, akik valamiért megakadtak a gondolkodásban, vagy a kapcsolatok hiányoznak az életükben. Szerintem ezt a területet mindenképpen, és hát telefon is van a világon, beszéljünk egymással, beszéljünk a rokonainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel. A legkisebbeket akár mese formájában is tudják a szülők tájékoztatni a koronavírusról, hogy mivel jár, mit jelent az, hogy otthon kell maradni, és milyen következményei lehetnek a járványnak. Bármilyen korú gyermekről is van szó, fontos, hogy tabuk nélkül beszélgessenek a szülők a kialakult helyzetről.